A Kossuth Művelődési Központ fotópályázatot hirdet Kossuth Lajos Toborzó beszédének 172. évfordulójának alkalmából. A pályázatban olyan saját készítésű képeket várnak, amelyek kedves Kossuth Toborzós emlékeket idéznek fel. Legyen szó koncertélményről, vagy akár gyermektoborzóról, írják a felhívásban. A képeket október 1 várják a rendezvény kukac címre. A szervezők kérik, hogy a levélben tüntessék fel a képszerzőjének a nevét, illetve azt is, hogy mikor készült a fotó. A beküldött emlékeket október 2 másodikán teszik közzé az intézmény Facebook oldalán, a szavazatokat pedig október 9-én 16 óráig várják. A beérkezett képeket feltöltik egy albumba, és a legtöbb kedvelést elnyert fotót kosútos ajándékcsomaggal jutalmaznak majd.